Ez volt a Dac egyik gólja a 32 közül. A sárga-kékek a 9. perctől kezdve végig előnyben voltak. Többször is 6-7 góllal vezettek, azonban nagyon oda kellett figyelniük arra, hogy ezt az előnyt meg is tartsák. A kapuban Michal Kosák remekelt, Tomás Bogár pedig 15 gólt szerzett. Nagyon kiélezett, és úgy gondolom, hogy magas színvonalú férfi kézilabda meccset láthatunk a csarnokunkba, és hál' Isten mi jöttünk ki győztesen. Készültünk erre a meccsre, a ellenfél nagyon jó csapat, nagyon jó játékosokból áll össze, vannak ott játékosok, akik extraligából is játsznak, szóval volt mit csinálnunk, de hál' Isten megoldottuk. Úgy érzem, hogy a csapat összeállt és összefogott, ott hattuk a szívünket, lelkünket a pályán, és szerintem ez volt a kulcsdöntő a mai napon. A DASZ átvette a vezetést a Stonfai Malackai B csapattól, amely nem juthat fel az extraligába, mivel az A csapata ott szerepel. Még 2 forduló van hátra, és ha a dunaszerdahelyiek elsők lesznek, vagy az említett csapat mögött másodikok, az élvonal utolsó helyezettjével vívhatnak osztályozót az extraligába kerülésért. Az első osztályú tagsághoz azonban a szponzorok jelentősebb anyagi támogatására is szükség van.